Ma azokért imádkozunk, akik éhesek, akik szenvednek, akiket üldöznek. Imádkozunk az áldozatokért és a hóhérokért. 1987-ben Louis Malle elkészítette a Viszontlátásra gyerekek című filmjét. Önéletrajzi ihletésű a film, második világháborús környezetben, 1944-ben játszódik, és egy nem hétköznapi barátságot mutat be. Két gyermek, akik a bentlakásos katolikus internátusban ismerkednek meg, barátság szövődik kettőjük között, amely sajnos nem lesz hosszú életű. A film nagyon jól bemutatja azt, hogy milyen elképesztően nehéz volt 1944-ben Franciaországban a német megszállás alatt életben maradni. Épp eszűnek maradni, embernek maradni. Az internátus vezetője, Zsán atya, három zsidó fiút elbújtatott, és gondoskodott arról, hogy ne derüljön ki az, hogy ők ott vannak. Volt, hogy házkutatást tartott a gestápó, és Zsán atya kidobta őket, elküldte őket, nem akarta beengedni őket. Volt, hogy a szülőknek intézett beszédében mondta el, hogy a javarészt arisztokrata családból érkező gyerekek szülei, amikor a misén megjelentek, akkor elmondta, hogy az arisztokrácia nem törődik igazából a hétköznapi emberekkel. Nem csoda, hogy a szegények dühösek. És ez a fantasztikus ember, ez valós személy volt Louis Malle életében. 11 éves volt, amikor az internátusban szeme láttára három gyermeket és az internátus vezetőit elvitték a nácik, és meggyilkolták őket. Ez a filmnek gyakorlatilag a záró jelenete, amelyet a főhős végignéz, Julien, akinek barátját, Bonit elviszik az igazgatót, és ők soha nem térnek vissza. Ez a barátság azért volt különleges, mert igen korán kiderült számára, hogy barátja valójában egy bújtatott zsidó fiú, és ezt a titkot ő meg tudta őrizni. Meg tudta őrizni akkor is, amikor kezdett a helyzet már éles lenni, komoly lenni. Nem árulta el soha barátját. Egy nagyon érdekes jelenet a filmben, amikor édesanyja elviszi őt, bátyját, és barátját, Bonit egy elegáns étterembe. Gyakorlatilag ez az első jelenet, amikor az internátuson kívüli világot is látjuk, ahol az arisztokraták igen szépen, nyugodtan élik életüket, a háború közepette is. És van egy nagyon durva jelenet az étteremben, amikor egy igazoltatás alkalmával, ugye ezek francia katonák, a francia katonai rendőrség igazoltatja, kéri az emberek papírjait, és az egyik idős úrról kiderül, hogy zsidó. És amikor a katona kéri a papírjait, akkor ugye nagyon udvariasan szólítja meg, ahogy kiderül, hogy zsidó, úgy beszél vele, mint egy utolsó senkivel, és látható az, hogy ki hogyan reagál az étterembe. Ugye, ki az, aki ignorálja, ki az, aki felháborodik. Látható, hogy édesanyja, Julien édesanyja nem tetszését fejezi ki. Bátyja kollaboránsnak nevezi ezt a katonát, és lélegzetét visszafojtva, megszeppenve nézi Bonnie végig a jelenetet, hiszen akár őt is érinthetné az, ami az idős úrral történik.
és aztán a megoldás egy teljesen váratlan fordulattal egy német katonától jön, aki kizavarja ezt a francia csendőrt, és gyakorlatilag a saját nyugalma érdekében élvezni akarja az ebédet, és imponálni talán Julien édesanyjának. Ezzel a gesztussal visszaállítja a békét ideig, óráig az étteremben. Nagyon érdekes jelenet. Az egész filmben a legérdekesebb az, hogy a gyermekek arca fejezi ki azt a helyzetet, ami egy megmagyarázhatatlan borzalom volt abban az időben. Szemtanúi voltak olyan dolgoknak, amiken ők nem tudtak változtatni. Végig kellett nézniük, végig kellett szenvedniük, és nem tudtak mit tenni. És az utolsó jelenetben, amikor elviszik Bonit, és Julien ezt végignézi, az egyik legfájdalmasabb filmes élmény számunkra. És ez az, amit Louis Malle átélt gyermekként. Ez az, amit ő nem tudott elfelejteni, és ez az, ami miatt ő ezt a filmet leforgatta Franciaországban, és nem Hollywoodban, ahol ő akkoriban már élt és dolgozott, és simán meg tudta volna csinálni, mint egy hollywoodi produkció, de nem, ő visszament Franciaországba, és ott forgatta le, tudván, hogy ezáltal nem lesz akkora pénzügyi siker, nem fog bejárni akkora közönséget, de a franciák látni fogják, és ez volt a lényeg. Hiszen megmutatta Louis Malle a filmbe azt is, hogy ugye nagyon sokáig, az 50-es, 60-as években nem is jelenhetett meg olyan film, amely gyakorlatilag úgy mutatta be a franciákat, ahogyan itt Louis Malle ignoránsnak elfordulva a szörnyűségek elől, és nem kiállva honfitársaikért, nem kiállva zsidó emberekért. Ez egy fájdalmas dolog, amit bemutat Louis Malle, viszont fontos volt a szembenézés miatt, és talán amiatt is, hogy később ez ne tudjon megtörténni, és hát mindenki döntse el maga, hogy ez mennyire sikerült az elmúlt évek távlatában, de mégis a filmet megnézve nagyon-nagyon sok mindent magunkkal tudunk vinni. Ami talán végleg belénk ég, az Jean atyának, az intézet vezetőjének az utolsó mondata a gyerekekhez, amikor őt elviszik, és azt mondja, hogy viszontlátásra, gyerekek, hamarosan találkozunk. És ez azt hiszem, hogy a legesleg szomorúbb pillanat a filmben. Mindannyian tudjuk, hogy ez ugye lehetetlen volt. Ő is tudta, hogy lehetetlen, de ő volt az, aki mindvégig a gyermekek mellett kiállt, és ember tudott maradni az embertelenségben. Ha tetszett a filmelemzés, akkor kérlek, ajánld tovább másoknak is ezt a videót. Iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted, lájkold a videót, hamarosan jelentkezünk az újabb részekkel. Sziasztok!